Pakson az Erzsébet nagy szállodában tartott sajtótájékoztatót az atomerőmű látogatását követően Németh Szilárd miniszterhelyettes és Süli János a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Németh Szilárd a helyszínen tájékozódott a paksi atomerőmű 1-4 blokkján és a Paks 2 projekt építési területén folyó munkáról. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Paksot a rezsicsökkentés fellegvárának nevezte. A rezsicsökkentés fellegvárában találkozhattunk. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert a paksi atomerőmű jelenlegi működése és a Paks 2-vel kiegészülve jövőbeni működése, az gyakorlatilag a feltétele a hosszú távú rezsicsökkentés politikájának. És ezért is nagyon veszélyes az, amit a hazai baloldal képvisel. A baloldal az ukrán-orosz háború kapcsán a Paks 2 szerződés azonnali felbontását követeli, ezzel azonban a magyar ipar energiaellátását és az ország gazdaságát is veszélyezteti, mondta Németh Szilárd. A miniszterhelyettes kiemelte, mi nem lehetünk elszenvedői az orosz-ukrán konfliktusnak. Mindkét politikus hangsúlyozta, az atomerőmű tud legolcsóbban megfizethető, biztonságos és tiszta zöld energiát adni az országnak és a magyar családoknak. Németország háború nélkül eljutott odáig, hogy nála 182 forint ugyanaz a villamos energiára, ami nálunk 37. Ahogy a miniszterhelyettes úgy mondta, ennek zálog az, hogy Paks 12 forint 20 fillére adja ezt a villanyt. Az ipar versenyképességének a biztosítása is a tét, emelte ki Süli János. Magyarországon újraiparosítás zajlik, hál' Istennek majd évi átlagban majd 100 cég települve. Ez megfelelő mennyiségű villany kell, és a villany pedig olcsó kell a környező országokhoz képest adni. A sajtótájékoztatón arra az újságírói kértésre, hogy a 480 forintos benzinár meddig tartható, elhangzott. Köztudott, hogy május 15-éig tart az üzemanyagok árának befagyasztása, de az árplafon intézkedések meghosszabbíthatók, ez függ az április 3-ai választások eredményétől is.